Na szevasztok és sziasztok, én is elátok egy zárvok és üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Minecraft-ba. Stop! Ha még nem láttad az előző részt, akkor nézd meg az ibetűre kattintva. Máma a hardcore sorozatunknak a másik része jött el, és hát sajnos nekem nincsenek intro a sorozatba, úgyhogy akkor rögtön el is kezdem. Valamiért most laggolok, nem? Nem laggolok most? Valami nagyon. Hát remélem elviselhető lesz. Szóval szerintem hát akkor ugye ez részben azt csináltuk, hogy ugye megépítettük ezt a házat, meg ezt a kis kertet itten, és akkor hát örültünk neki, hogy izéja. Ennyi. Nem tudom, mit kéne most csinálni. Szerintem először is gyűjtök egy kis fát, aztán csinálok belőle egy kis ládát. Abba lepakolok, nem tudom, sok tudom lenne, de azért ami van, azt se akarom elveszíteni. És akkor most, hogy van nekem egy kis fám, akkor csinálok egy ládikót. Így néz, ugye tudja mindenki, hogy hogyan kell. Na, és akkor ezt lerakom ide. Ide lep... Na, no, szép. Na, akkor most ez így megvan. Így nem mindent bepakolok. És akkor vágok egy kis fát. Szerintem. Na várj, ahhoz, hogy vágjuk egy kis fát. Ahhoz előbb vágnom kell egy kis fát. Értitek a logikát? Na, ki is vágtam ezt a fát. Akkor ez most viszem is ide. Igen, ide berakom. Aha, igen, és akkor ebből akkor csinálok magamnak sticket, ezt a kettő sticket, ide meg ide egyet, ja, nem, na várj, jó, akkor azért, ja, így tökéletes, és akkor most, hogy van egy maltám, akkor jön egy falvágó timelapse, 3, 2, 1, és mehet a timelapse. Ó, hát szia, malac! Ó. Na. Hello! Hello! Na, mi van, Röfi? Ugye ezt kajának, mi? Na, srácok, eltört a baltám. Úgyhogy vége a timelapse-nek, azért ezt még itt azért kiütöm ezt az egyfát. És hát akkor utána, hogyha ezt kiütöttem, megyek vissza haza, nem tudom, hogy most este van-e, de úgy látszik, hogy nem. Ugye a felhők ki vannak kapcsolva, így eléggé rosszul néz ki a Minecraft, hát tudom. Hát de azért figyelj már. Tehát srácok, amúgy egy csomóan akartátok, hogy én is elkezdjük hardkorozni, de az első részt aztán hatod néztétek meg, szóval ezt így nem igazán értettem. De, hát ja, itt van a hardcore sorozat, akkor van nekünk húsunk. Jó, most van nekünk egy pár fánk, akkor most már tudunk kezdeni valamit. Igazából sokat nem terveztem mára, de azért fogunk már ma azért egy pár rúgot csinálni, szóval akkor ezt ide berakjuk szépen, így né, és akkor ezt ide. És srácok, hogyha nem iratkoztatok volna még fel, akkor nyomjátok meg azt a piros gombot itt a videó alatt, hadd legyen szürke, mert ha szürke lesz, akkor nagyon jó ember leszel, akkor egyszerűen jobb lesz az életed itt el. Szóval legyen, hadd legyen szürke, jó? És akkor csinálok magamnak egy sárkányt, és hú, nem tudom, hogy tényleg nem erőszkedjek-e a bányában, de hát nincs más megoldásom, ugye, hát, ja, ez a házunk, írjatok házatleteket, hogyha van. Lehet, hogy egy kicsit tovább kéne építeni, na várj, ez milyen fából lett építve, várj, hát egy kicsit nem gombolom, hogy megnézem. Akácia, oké, szóval akácia fa kell nekünk. És ez akácia, jó van, akáciában van több, akkor az jó, akkor azt lehet pocsékolni, úgymond. Oké, és akkor azt kell csinálni, hogy akkor szerintem, hogy akkor ezt kiütem, várj, ja nem, nincs baltám. Na várj, akkor craftolok még egyet, úgy, né, és akkor ezt ide, úgy, és akkor most van még egy baltám. Akkor ezt ki is ütöm, amúgy ennem kéne, és épp azért akarok lemenni a bányába egy kis kövért egyenlőre, szóval még nem bánya, remélem nem jönnek új szörnyek egyenlőre. Úgyhogy remélem békén hagynak, mert hát azért, ja, nem akarok azért szörnyekkel egyenlőre vagy dumálgatni, vagy hogy mondjam. Ja, akkor ezt így kitágítom, hogy ez így ekkora legyen. Igen, igen, és akkor fél lapokat kéne csinálni, ahhoz kell még egy, és akkor az hogy is kell, csak így. Aha, így, jó, tökéletes. Ja, hogy elég lett volna csak egyszer, hát azért, hát most méne, na. Akkor ezzel meg is vagyunk, ezt akkor be is zárom, és most akkor elvileg látok menni az ágyra. Aha, itt már nem tudok ugrani olyan jól, de látok menni az a lényeg. Jó, akkor most már tényleg lemegyek a bányába, de az érdekes, inkább mindent lepakolok, hogy nehogy elvisítsen. Ja, hogy
hogy amúgy sem szabad meghalni. Na mindegy, amúgy ez a cuccos meg nem nő, mondjuk azért, mert nem víz mellett van. Hát akkor lehet, hogy átrakom a víz mellé, tehát, ja, átrakom a víz mellé, viszont akkor az ott jó lesz. Gyorsabban ki fog szerintem nőni. Kelleni fog akkor nekem ez a kapa. Akkor ezt szét kell ugrálni. Egyet is. A másodikat is szétugráltam. És akkor ezt akkor most, ja, ide lerakom. Jó, azért már hozok már még kettőt is, azért már hozom. Mert megtehetem. És akkor ezt így lerakom, ezt meg kiütöm és kicserélem földre. Oké. Okay. És akkor ezt így szépen. Egyelőre csak kettő magam van, de majd több lesz. Mert most lehet, hogy a nedvesre kellett volna rakni, akkor oda is rakom. És így nyit. Akkor ezt remélem, hogy akkor még több lesz. És lement a nap, úgyhogy gyorsan megyek aludni, még mielőtt bármi is történne. Itt ebbe a fedett helyre. Most már ugye nem tudnak belülni az ablakon. Nem, mint eddig tették volna. Ja. Na jó, most már tényleg menjünk le kőírna. Már srácok, itt is vagyok ugye a kőszinten. Ugye hát lehullanak a homokok, ez elég idegesítő. És hát ugye a sivatagban vagyok, szóval hát itt amúgy eléggé ritka az, hogy kő van lent. De mégis most találtunk követ, szóval ez jó. Amúgy van az a trükkös fákját rakok alá, de hát most az most nem kell, mert hát nem volt annyira sok homok. Ezt így nem. De ha ezt kiíthetem. Oké, és akkor most már van nekünk 12 kövünk. Igazából csak 11 kellett volna, de hát azért plusz egynek azért most miért ne ürülnénk. Akkor így. Né. És akkor ezt meg ide lerakjuk. Hát figyelj, be kell vallanom azért. Nagyon jó házunk van. Szerintem én vagyok az egyetlen olyan bén hardcore-os, aki eléggé béna, szóval uborka kapta, azt mondja, hogy ő is tök béna, de szerintem ő neki sokkal jobban megy, mint nekem, hát ez a ház, ez mi, meg... Oké, na jó, viszont most már akkor végre tudunk csinálni friss kaját, úgy értem, hogy sült kaját. Kell egy kis fa, akkor bum-bum, és ki is sül. Na, várjatok, akkor srácok, akkor egy főzés. Timelapse, az mindig szeretem, szóval 3, 2, 1, timelapse. Na, srácok, akkor meg is van a hardcore-ba, ez a... Ja, szóval kisütöttem a kaját, na. Éppen elgondolkoztam, hogy... Hát ez igazából egy hardcore, srácok. És ja, és azért mondtam, hogy éppen kész van a hardcore. Na jó, ha látom a kajánk is, vagy na, igen, a kajánk is fel van töltve, meg a szívünk is. Szerintem egy élet volna ebben a részbe. De nem, srácok, lemegyek még egyszer a bányába, egy kicsit lejjebb kéne ásni szerintem. És hát remélem nem lesz addig este, amíg itten lemegyek, mert nem örülnék. Na jó, hát akkor úgy látszik, hogy ezt a cuccot elütnem, és akkor most ja, bányászok lefelé. Szóval egy bányászós, egy lefele ásós timelapse lesz, és hát addig fogok lefele ásni, amíg nem fog eltörni a csákányom, vagy nem találok bármit, amit meg tudnak csinálni a kőcsákányt. Na mindegy. Akkor, meg sötét lesz, srácok. Bakker, remélem nem fog ide spawnolni valami, várjatok, hogy gyorsulok a fákját, de azért már elindulhat a timelapse, úgyhogy akkor 3, 2, 1, timelapse. Jó van, srácok, találtam egy kis vízforrás valamit. Hát most én ezzel nem tudom, mit kezdjek, srácok. Hát ez betemetném, hogyha nem zavar. Ja. Mindjárt eltartom, hogy a csákányom. Na hát azért csak így tudom, mielőtt megkulladok. Jó van. És akkor most már eltett a csákányom, akkor megyek is fel. Hát ez elég jó kis bányászás volt, elég is sikeres szerintem, azt mondanám. Hát jó van, ennyi lett volna az első rész, tudom, hogy béna vagyok a hardcore-ban, meg a béna vagyok a videózásban is, de hát azért nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és találkozzunk legközelebb is. Viszlát és hello!